kisasszonnyal a temetés után elrendezzük az ügyeinket. A kisasszonnal nem egyezkedik, mától az én gyártságom alatt áll. Micsoda? Igen, jól hallottam, ennyi. Azt gondolkozom, 500-nek 300 az annyi, mint a kisutáni kamat meg a haladék. Úgy 1500! Mennyi? Tegnap még csak 1000 forint. Igen, az tegnap volt. De a határidő lejárt után kénytelen voltam büntetést felszámolni. Szóval 1500. Hm? Tessék. És most már hagyja békén ezt a lányt. Milyen nagy vonalú, prof. A Isten áldja! Isten áldja! Merci, mehetünk, vagy talán akarsz még valamit mondani a kisasszonynak? Nem, nem akarok. Nem akarsz nekem mondani semmit. Nagyon sajnálom, hogy az édesapáddal történt. Ennyi? Mert... Ennyi. Gyere! Én nem is tudom, hogy mit is mondjak, hogy hogyan köszönjem meg. Nem kell megköszönni. Sajnálom, hogy csak most tudtam segíteni. Oda költözöl hozzánk a kastély. Nem, köszönöm, nagyon kedvesek, nem akarok a termékre lenni. Összeszedem a holmimat és hazamegyek. Esetleg, ha valami munka volna, akkor szívesen beállnék. A termékre? Tehát nem érted? Szeretnénk, ha maradná. Ha gyermekünk helyett a gyermekünk lenni. Édesapád nem csak a te boldogságodat váltotta meg, hanem a miénk. Engem most már másodszor lehetőleg. Kérlek, engedd meg, hogy a gondolat is jönnek. Talán édesapám is így szeretne. Na akkor most felkeressük a Kupecek királyát!